igazsághoz hozzátartozik, hogy különös a gyárvárosi történet mindig számomra. Simon Róbert Balázs számára fontos része választókörzetének Győr gyárváros. Ezt azon a könyvbemutatón mondta, mely a városrész elmúlt 100 esztendejéről szól. Az országgyűlési képviselő szerint Harsányi Attila, Győr gyárváros munkástelepe 1917-2017 című kötete jól mutatja be azt a tudatos iparfejlesztést, mely manapság is Győrt jellemzi. Tudni kell azt, hogy 1915-ben döntöttek erről a területről, hogy itt egyfajta munkás negyedet építenek fel, iskolával, aztán később templommal, és olyan lakásokkal, amelyekben a munkások laktak, és tulajdonképpen mai napig, hiszen ezek komfortos lakások, állnak ezek az épületek. Ez azt mutatja, hogy tudatos iparfejlesztés történt Győrben, amelynek a csírája volt ez tulajdonképpen, és ebből táplálkozik a mai Győr is, hogyha visszavezetjük, hiszen az iparosításnak a következménye aztán később a Rába Magyar Vagon és Gépgyár, vagy napjainkban az Audi gyár, és tulajdonképpen ez képezi a jövőt is. Harsányi Attila Kós Károly díjas építész, már több mint 7 évtizede ebben a városrészben él, az eddigi tapasztalatait, gyárváros változásait vetette papírra, ezeket pedig fotókkal is szemlélteti. 100 év az egy tényleg egy hosszú idő, és ez a 100 év az én általam itt lehet több mint 7 évtizednek a személyes tapasztalatai, és ez idő alatt gyűjtött egyéb ismereteimnek az összefoglalója, ami a könyvnek igazából a tartalma. A szerző hozzátette, azért döntött a könyv megalkotása mellett, mert számára fontos, hogy valami megőrizze ezt a lakótelepet az utókornak. Ennek fényében minden korosztálynak ajánlja a kötetet. Ajánlom az ide érkező gyárváros ezen területére érkező fiataloknak, időseknek, és különösen nagy örömmel szolgálhat, ha egyébként az itt lakó idősek is gyakorlatilag ezt a könyvet forgatnak, és ebből megismerhetnék a régmúltat és a mostani állapotokat is. A könyvbemutatónak köszöntők mellett a szerzővel Orbánné dr. Horváth Márta, helytörténeti kutató, és Kovacsics Imre címzetes egyetemi docens beszélgetett.